Mély levegővel a közepébe kell tűnni, jó? Egymás után állították meg a rendőrök az autósokat a Sóstói úton még a múlt pénteken. Három napon keresztül azokat a sofőröket próbálták kiszűrni, akik alkoholt vagy drogot fogyasztottak és így ültek be a volán mögé. Az autósok egy része azt mondja, sokan akkor is vezetnek, ha ittak, mások szerint ez csak ritkaság a magyar utakon. Csak abban értettek egyet, hogy szükség van az ilyen ellenőrzésekre. Ilyen ünnepek vannak, akkor biztos, hogy sokan ülnek, vállalkoznak arra, hogy ilyen alkoholos vagy ilyen egyéb befolyásoltság alatt ülnek be a volán mögé. Szerintem nem jellemző. Kellenek ezek a vizsgálatok ön szerint? Persze, jó, rendben van. Miért hasznosak ezek ön szerint? Hát, hogyha mégis előfordul, hogy valaki ittasan vezet, vagy drogosan, akkor nyilván az jó, hogyha mondjuk kiszűrik, és nincs közöttünk. Nem csak Nyíregyházán, hanem az egész országban, sőt az Unió minden tagállamában ellenőrzéseket tartottak a rendőrök. Az európai kampány kifejezetten az ittas és drogos sofőrök ellen irányult. Három nap alatt csak a megyében több ezer járművet állítottak meg a rendéberőrei, és 12 esetben eljárást is kellett indítaniuk. A közúti kontroll ezúttal az ittas vagy búdult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére irányult. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rendőrök több mint 4000 gépkocsit és közel 40 kerékpárost ellenőriztek. A háromnapos európai szintű kampány ideje alatt 12 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök, akikkel szemben 5 esetben büntető eljárást, 7 esetben közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek. A rendőrség ismételten felhívja a járművezetők figyelmét, hogy tartózkodjanak a vezetés megkezdése előtt az alkoholfogyasztástól. Az országos adatok szerint három nap alatt 40 ezer sofőrt sikerült ellenőrizni. 150 fő ellen indult eljárás bódult vagy ittas állapotban történő járművezetés miatt.